Sziasztok! Most azt nézném meg, vagy azt szeretném itt megosztani, hogy az ilyen problémás vezetőknek, például Németh Sándornak miből kéne konkrétan megtérni. Ezek sokak szerint, meg sok jel szerint. Először is a egyszemélyes piramis rendszer felépítése, a gőgös, döjfös vezetési stílus, a pénzeknek a begyűjtése, ezeknek a luxus célra való felhasználása, ami már nem egy sima megélhetési vagy ilyesmi, hanem a teljes luxus életvitel, amit a hívők adnak össze, annak a pénznek az ilyen jellegű felhasználása, csak itt átjöttem egy úttesten, szóval a gyűlölködésből, abból, hogy keresztapa maffia vezér szerepében nem lehet emeletfővel eljönni a gyülekezetből, főleg ha valaki vezető volt, ismert volt. Ha valaki eljön, például Rostály Zoltán, akkor megzsarolják. Régi bűnvallását, amiből már meg is tért, azt felhozzák, ráadásul kiforgatva, tehát még hazudva, hazugság által, tehát egy kisebb bűn nagyobbnak mondanak. Tehát zsarolás, maffia módszerek, akkor politikával való szélkakas viselkedés, régebbi tanítások szerint az államtól elhatárolva kellene működnie, ugye egy gyülekezetnek. Aztán ezt megtagadja, és elárulja az ébredést, és utána szövetséget köt az államhatalommal, ráadásul a régóta kiprédikált katolikus egyházzal szövetség a államhatalom által. Ezen kívül másolása amerikai milliómos prédikátoroknak, ezeknek a tanításainak az átvétele, tévtanításainak is az átvétele. Például a Kenneth Hagin hamis proféciájának az átvétele, ami konkrétan elhangzott Szent Pál Akadémián, hogy ítéletével, dicsőségével lesz a Földön fenyegetés, a hívőknek a fenyegetése, kárhoztatása, kevert tanítás leadása, azaz Ószövetségből elővett igékkel gyomrozva a gyülekezetet. Például bűnt és ünneplést nem szenvedhetek, tehát tisztátalanként ne gyere, ne így, ne úgy. Tehát a kereszt helyett újra a törvény alá viszi törvénykező igékkel az embereket. Ugyanígy a tizeddel kapcsolatban Malakiás átok ráolvasása a gyülekezetre. Ezáltal varázslás, manipuláció végrehajtása, hogy kiénekelje a pénzt, meg félemlítéssel, hogy a Jószövetség igét arra használ, és ezen tovább is ment, mert ordibál, hogy aki nem fizeti a tizedet, az lopja az Istent. Tehát gyakorlatilag súlyos, súlyos dolog. A tizedből luxus életvitel, ugye, ahogy már említettem. Ezen kívül, tehát zsugoriság, pénzéség, tehát fölhalmozása a pénznek. Egyébként hites vállalkozókra is ez jellemző, hogy a vállalkozásaikban jóhiszemű hívőket nagyon kevés pénzért dolgoztatnak, szolgálatba ingyen dolgoztatnak hívőket vállalkozásaikban, olyan is van. Tehát kihasználás, ez ugye Jakab levélben van, hogy kiállt azoknak a dolgozóknak a bére. Konkrétan tudom, hogy konkrét vállalkozásokban minimálbéreket fizetnek hites vállalkozók, és belekeverik a szolgálatot, hogy ez szolgálat, különböző adócsalásokba viszik az embereket, ugye többen ültek már börtönbe, vezetők, ugye legutóbb az ígéretesnek tűnő, először ígéretesnek tűnő sportoló Jobb Márton is ugye sajnos belecsúszott ebbe, hogy a szolgálat helyett a
tiszta szolgálat helyett belekeveredett a politikába, belekeveredett az adócsalásba, Jobb Márton, és most kérkedik, tehát ő mutogatja, hogy nagy családja van, meg mi, de igazából a szolgálat, tehát egy ígéretes, ugye egy tehetséges, ugye én még úgy ismertem meg, mint aki dicséretet is vezetett, meg azt gondoltam, hogy lehet egy ilyen ígéretes szolgáló, hát ő belenyúlt a pénzbe, belenyúlt a mindenkori politikába, tehát konkrétan MSZNP-s pártag is volt, úgy tudom, vagy most is az, és gyakorlatilag adócsalást követett el nagyon nagy mértékben, tehát ezzel szégyent hozván az úr munkájára, és az elhívását is, hát kívánom, hogy térjen meg ezekből, és töltse be azt a pályát, amit az úr akar. Halleluja! Tehát ezen kívül hát az a másik, hogy egyébként olyan maffia módszerek is előfordulnak, itt Bartus László könyvében le van írva, hogy emberek megfigyelése, karaktergyilkosság, hamis vád, tehát ügynökvádak emberek ellen, ilyen paranoid ügynökvádak, ugye Bartus László ellen hamis ügynökpapírnak a lobogtatása, hamis cikkek, hazudozás a bíróság előtt, akkor ATV-s műsorokban mindenféle démonizált világi ilyen celebnek a pénzért való mutogatása, ilyen Hajdú Péter show, meg ilyenek, meg egyéb emberek, akikről régen azt prédikálta a Németh Sándor, hogy ezeket az embereket nem is szabad hallgatni, mert olyan démonizáltak, na, hogy ezek az emberekkel paktumokat köt, bizniszel. Hát pénzészség, mammon szelleme, nagyon erősen látszik mammon, meg mondom, a Babilon, tehát a hamis kereszténység, a katolicizmushoz való visszavitel, tehát paktumkötés, tehát ott van a fotón is, hogy semmilyen Zsolt, a hiperkatolikus államtitkár, aki régen támadta a gyülekezetet, Benny Hinn, ugye, aki maga is bevallotta, hogy igencsak visszajött pénzügyileg. Most a Benny Hinn szolgálatát azt hagyjuk, nyilván valamivel egyetértek, szolgálatában valamivel nem. Tehát az jó, hogy a szolgálatában a gyógyulást, illetve a Szentlélekkel való közösséget azt hangsúlyozza. De nem róla szól ez, és ezt kívánom a Benny Hinnnek is, hogy a megtérés és az úr áldását kívánom, hogy tudja befutni azt a pályát, amit az úr ad, és tényleg ne. Tehát ha azt mondja, hogy ő megtért dolgokból, megmond dolgokat, akkor ne csak mondja, ugyanúgy, hogy a Derek Prince is állítólag a végén a tizedről már valamit mondott, hogy tévtanítás volt, vagy én nem tudom pontosan mit, de ezt már halála előtt, és viszont ő is keményen ezt a jóléti tized evangéliumot ő is hirdette egész életében egyébként, meg a démonológiában is letett olyan tévtanokat, ami nem valós démonológia, hanem a démoncentrikus világkép, az itt ott ugrik a démon, a minden mögött démon, tehát ez is, egyébként ezt is átvett a Németh Sándor, tehát ebből is meg kell térni az ilyen szuperszellemi hülyeségekből. Például Németh Sándor azt tanította, hogy ha felszáll valaki egy tömegközlekedési járatra, akkor ott leszívják róla a kenetet, és ezért örül neki, hogy ő nem utazik már nagyon régóta ilyenen, és meg ilyeneket tanítottak, hogy a családi ház kell, mert hogy a társasházban ki tudja, hogy ki lakik alattad, meg tehát magyarul tehát ellentétesen az igével, ugye az igében az, hogy Jézus, aki ezt hozzányúlt, nem Jézus lett démonizált, hanem az Istennek az ereje a nagyobb, és ezzel szemben egy paranoid, démoncentrikus tanítások szíves problémákat is kihoznak az emberekből, illetve akik hajlamosak voltak, vagy elég sokan, tehát pszichológusokkal beszélve, nem egy pszichológussal, kiderül az, hogy nagyon sokan, vagyis elég jelentősen szíves problémákkal kerülnek ki a hit gyülekezetéből. Pontosan ez emiatt. Tehát ha egy hazug kamu démonológia van, ami részben hazug, illetve nincs bemutatva a valósága, és a gyógyulás is olyan, hogy beszélünk róla, de ez is ebből is meg kell térni, hogy csak beszélünk dolgokról. Beszél a Sándor nagy dolgokról, de én nem láttam, tehát egy gyülekezetben jelentkezzenek tényleg az a vak, vagy süket, vagy béna, aki valóban meggyógyult. Bár hiszem egyébként, hogy vannak valóban olyan őszinte hívők, akik gyógyulást vettek Isten által, akár a hídgyülekezetbe, és áldást is vettek. Tehát ezt nem tagadom le,
De az, hogy Németh Sándor nem meri kihívni például a vakokat, süketeket, sőt, azt prédikálja, hogy ne hozzanak ide bolondokat, meg jár, tehát Covid-nál meg bezárják a gyülekezetet, meg oltásra buzdítja az embereket, tehát ez is olyan dolog, hogy ezek mind egyszerűen a materializmus, a hitetlenség, tehát egyszerűen nem működnek a dolgok, tehát valami nagyon nem stimmel, tehát gyakorlatilag megcombosodott, ugye Németh Sándor, az egész családja, megnézzük a családját, ugye a fiát, a menyét, tehát egy luxus életvitelt folytatnak gyakorlatilag luxus utazásokkal, kérkedéssel, különböző olyan életet, mint a baráti körük is ilyen NER lovagok, tehát politikához közel álló celebekkel barátkoznak, luxus éttermek, luxus élet. Megnézzük egyébként a vezetők gyermekeit, nagyon sokszor ezt látható, hogy nem hitelesek, nem hitben vannak, hanem Ruf Tibor gyermeke is, de tényleg ők is térjenek meg, az Úr áldja őket. Egyéb embereknek is a gyermekei, vezetőknek gyermekei, tehát nincsenek olyan állapotban, ami, tehát egy ilyen, hogyha ez valós lenne, tehát valami nem stimmel, mi nem stimmel, hazugság, rendszerépítés, mamon, hamis tanok, ezekből kéne megtérni, mert mondom, az alapokban, tehát az alaptanítások, a Krisztus áldozata, a Krisztus, aztán a hat alaptanítást, a Derek Prince által lefektetett, amit Uzoni Péter fordított, tehát azok az alaptanítások el vannak korrektül viszonylag mondva, csak belekeverik utána mindazt, ami miatt a hazugság is keveredik, és ez nem szerencsés. Ugyanígy kísérletezgetések, tehát a Szent Szellemmel való olyan dolgok, hogy tehát az például, hogy Németh Sándor belefúj a mikrofonba, és eldőlnek az emberek, meg ordítozik, meg tehát... Tehát jaj, ilyen hamis csodák is, hogy ilyen hamis lábnövesztés is már felütötte a fejét. Fú, most már tényleg, még biztos lehetne sorolni, de most már tényleg már elég lesz ebből, mert, és ez tényleg, én azt mondom, hogy ezeket érdemes átgondolni, meg a személyi kultusz, hogy tényleg némely emberek azt mondják, hogy ők a Németh Sándornak köszönik a megtérésüket. Tehát ne helyezzük oda Németh Sándort Krisztusnak a helyére, mert az egy anti dolog, tehát anti-Kriszt, mert Krisztus azt mondja, hogy más, dicsőségvet másnak nem adom, mondja az Úr, és nem lehet azt mondani, hogy hát ugye Jézus halt meg, értem, de ezért én egy másik embernek köszönöm a megtérésemet. Hát ez akkora, fú, gyerekek, tehát ez nagyon durva. Te ebből meg kell térni. Ez nagyon-nagyon durva, hogy ilyen szintű. Tehát hogy lehet ilyet kimondani? És ilyet tényleg kimondanak, tehát Még a Pajor Tamás, aki egyébként meg tényleg egy nagyon tehetséges, és olyan szövegeket írt, és olyan zenéket, és hogy ő is ilyet mond, meg ő is teljesen... Tehát itt az a baj, hogy anyagilag függővé teszi az embereket a Németh Sándor, anyagilag, akkor emberileg, hogy nem mernek kiszállni, tehát én sokszor hallok ilyet, hogy ő már ki akar jönni XY-n, csak nem tud kijönni, nem mer kijönni. Tehát ez látszik is egyébként embereken. Tehát ránézel mondjuk egy Ruf Tiborra, vagy egy ilyesmi, akkor látszik rajta ez a belső konfliktus. Tehát nem azt látod, hogy egy békesség, hanem látszik ez a feszültség, hogy igazából ő látja, nem buta ember, csak az érdekek, tehát a Zsozsó, meg a rendszer, tehát hogyha most ő kijön, akkor meg őnek is át kéne élni azokat, hogy milyen vád, tehát azokat a rágalmakat megvalószínű, hogy ellene mondva, hogy ő is milyen dolgokat csinált, meg ugye nem kapná Zsozsot. Nem kapná Zsozsot. De azért mondom, hogy még mindig jobb még most kijönni ebből, még tehát tényleg ez ma olyan, hova fajul már, tehát ez ma annyira elfajult ez a történet. Most gondolok itt mondjuk még a Merli Hiki is, amit csinált, hogy ilyen bohockodott, hogy fölkente úgymond ezt a NER lovagnak tűnő, ezt a Szilárdot, a Németh Sándor fiát, gyógyító, gyógyítás, meg Tolószékből fognak kiszállni emberek. Azt a srácnak meg az a legnagyobb gondja, hogy melyik celebbel, melyik luxus étterembe, vagy hogy hova utazik, melyik meccsre a feleségével. Jó, most nem tudom, tehát én nem ismerem a szívét, de én kívánom neki is, hogy tényleg térjen meg, mert nyilván ő beleszületett, a Sándor gyerekei beleszülettek egy ilyen német országba, úgymond, tehát, hogy a fater a nagy menő. Úgyhogy
Tehát nyilvánvalóan ennyi pénzzel, ennyi hatalommal persze könnyen vissza lehet élni, tehát hogy csak ez, mondom, a Bibliában nem ez van. Úgyhogy még szól a kegyelem tényleg, még van kegyelem. Tehát ebből ki kell, tehát vissza kell térni az igazi alapokhoz, reformáció, vissza az alapokhoz, nem ilyen nagy megachurch, nem ilyen rendszerek, fölmondani az állammal kötött szövetségeket, az intézményesülést, meg ezt az egész bohózatot, ami már itt lassan kialakult, és ami nem bohózat, hanem egy hatalmi pénzéhes dolog, meg ezt a keveredett szellemiséget, amiben sokan csalódnak, rengetegen állandóan eljönnek onnan, de nem azért, mert esetleg egy hitet elhagyják, hanem azért, mert belelátnak, és egyszerűen gyökeresen más tapasztalnak, mint amit prédikált. Tehát régen prédikált a Sándor, hogy a Folyondár utcában, hogy az államtól nem szabad pénzt elfogadni, hogy nem kell intézményesülni, hogy az igazi kereszténység az abból áll, hogy tanítványozás, hogy gyógyítás, démonűzés, hogy az igazság prédikálása, utána meg mi van? Állammal való szövetség, prédikációk címén politikai agitációk, se démonűzés, se csoda, se semmi. Vagy esetleg még történnek dolgok, én nem tudom. Úgyhogy én azt mondom, hogy mindenki figyeljen az Úrra, és ne kompromisszumot kösse az ember, meg ne magyarázza meg, hogy hát, hogy én kijönnék, de hát, hanem szépen én azt mondom, hogy mindenki hallgasson az igazságra, és akkor lépjen, és konfrontáljon a gonoszsággal, mert az ige azt mondja, hogy szereted az igazságot, gyűlölted a hazugságot, és minden hamis tanításból is, amit a Ruf Tibor is összehordott itt szolgált ajándék címén, meg ilyen fenyegető, törvénykező baromságokat, hogy ki kritizálja Németh Sándort, az így jár, meg úgy jár, meg hogyha nem lehet kötődni Krisztushoz, úgymond szolgáltatják a kívül, meg mit tudom én, amit itten összehordott, abba is meg kell térni, mert ezek a személyi kulti szépítő dolgok. Ennyi.